igazán megérkezett az ősz. Szeptember 8-a van, vasárnap. Jó reggelt mindenkinek. Egy picit fárasztó és megterhelő héten vagyunk túl. Nem történt semmi nagyon különös, csak nagyon keveset aludtunk, és sok volt a program, meg a feladat. Teljesen hétköznapi dolgok ezek, de el tudtunk fáradni benne. És remélhetőleg a mai nap, ez a vasárnap, ez a már majdnem őszi, dátum szerint legalábbis, de időjárás szerint még nem. Őszi vasárnap egy kis, vagy nem is kis takarításról, rendszerezésről, szelektálásról fog szólni. Egyrészt, mert nagyon ráfér a lakásra, hogy egy kicsi időt töltsünk ezzel, másrészt, mert a lelkünkre is nagyon ráfér, hogy újra egy tiszta és rendezett lakásban éljük a kis mindennapjainkat. Másrészt valahogy most természetesen úgy alakult, hogy harmadrészt nem tudok számolni, úgy alakult, hogy vannak dolgok, amiket úgy rendbe kell tenni egy picit, és én évszakváltáskor egyébként is nagyon szeretem ezt megtenni, és megválni azoktól a dolgoktól, amik nem szolgálnak minket, csak tároljuk őket gyakorlatilag, és útban vannak, meg egy picit újra gondolni azt, ami újra gondolást igényel. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez milyen mértékekig fog megvalósulni ma. Most Emma még alszik, de nem sokára fel fog kelni. Szerintem egy takarítással fogunk kezdeni, mert abba őt is nagyon jól be lehet vonni. És aztán elmegyünk egy vasárnapi ebédre a családhoz, Dávid családjához, és lehet, hogy utána egy pár órára ott hagyjuk velük Emmát, mert ez mindenkinek nagyon jó lesz, mi tudunk itthon rendesen pakolni, haladni, és ők pedig nagyon jól fogják érezni magukat. A videós, akit nézek egyébként, nemrég találtam ezt a lányt, Morgannek hívják, és nagyon-nagyon szeretem a stílusát, nagyon közel áll hozzám az, amiről beszél, ahogy beszél róla, és nagyon gyönyörű felvételeket készít, nagyon jó érzéke van a vágáshoz is, egyébként gyönyörű helyen is lakik, mert hogy nagyon közel hozzá van több olyan erdő is, ami ilyen lélegzetelállítóan gyönyörű, úgyhogy sok szempontból nagyon szeretem nézni a videóit, és tudok vele azonosulni, és inspirál. Úgyhogy meg akartam veletek osztani, hogyha esetleg nem ismeritek, akkor mindenképp nézzetek rá a videóira. Én pedig nagyon remélem, hogy tudok idén ősszel olyan videókat csinálni, lesz hozzá kapacitásom, lehetőségem, inspirációm és ötletem az bőven van, de hogy megvalósítani is tudom őket, amiket nagyon szeretek elkészíteni, és tudom, hogy ti pedig nagyon szerettek nézni. Lehet, hogy mindenről is beszélek egy picit, hogy így hogy érzem magam a videózásban úgy általában, és mi az, amiben Morgan is segített nekem most ezzel a kicsi elakadással kapcsolatban. De most egy kicsit elkezdjük a napot, és én is összeszedem magam, lehet, hogy iszom egy második kávét, és el is kezdek pakolászni, amíg még nem alszik. Thank you.
Dávid asztalának a rendberakása egy picit máshogy néz ki, mint az enyém. Úgyhogy valószínűleg ez az egyik legnagyobb feladat mára. Félig egy profi stúdiót, félig egy gyerekszobát. Pakolok éppen. Gyerekszobát. Jó, Legó? Hát ennyi Legó, meg gyűjtődő kis Doom figura, meg mit tudom én. Mutatnám a kupit itt a földön is, de éppen osztanám, abban játszik, úgyhogy erről most lemaradtok, de szóval az is nagy segítség. Dávid, most itt, ezt itt kiszelektálod, ugye? Ezt most itt kiszelektálom, illetve ez most még arra volt összerakva, hogy itt valaki még esetleg streamelni fog. Nem fog. Viszont valahogy úgy kellene megcsinálni, hogyha még a Noé-nál mondjuk felveszünk podcasteket, meg... Várj. Tennél egy bejelentést a blogomban kérlek. Igen! Hivatalosan is a Noé-nál dolgozom. A Noé állat otthonnál. Bizony. Fuck yeah! Vége van az Excel suttogásnak egy időre, remélem. Úgyhogy... Változások, új irányok. Most ez már egyébként baromi hosszú ideje zavar, és most vettünk itt nagyon szép szőnyeget, viszont ahhoz, hogy oda lerakjunk egy szőnyeget, ahhoz ennek a szőnyegnek el kell mennie, ahhoz viszont ennek a szőnyegnek el kell mennie, ahhoz viszont az asztalnak el kell mennie, és hogyha már kihúzom minden az asztalt, akkor ez egy tökéletes alkalom, hogy unclutteröljem a... Does it bring you joy? Ezt kell megkérdezni. Ez a baj, hogy nekem valahogy minden joy. Ezek a kábelek? Ez neked mind joy? Nem, ez mind hasznos. Úristen! Ő itt az új szőnyeg, amit vettünk a másik szobába, és van is egy pár felvételünk arról, amikor válogattunk, a Látomás Home üzletbe mentünk el, ahova hetek óta terveztem már. De csak kedden és sütörtökön vannak nyitva, úgyhogy nem olyan egyszerű eljutni, de gyönyörű ez a szőnyeg, nagyon nehéz volt választani, és még ezt az ágytakarót is ott vettük, amit nagyon imádok, két oldala van, szóval van ez az erősebb színű, abszolút az a terv, hogy több színt hozzunk a lakásba, és ez pedig a másik fele, ami szintén nagyon-nagyon gyönyörű, imádom, hogy fák vannak rajta. És még ide az ágy végébe is vettünk egy ugyanilyet, csak picit, ami ilyen, hát ilyen kvázi ágyvég takarónak, vagy nem tudom, csak túl nagy lett a mérete, úgyhogy azt kicseréljük egyszer. De ez most ilyen, és nagyon szeretnék még több színt ide a hálóba, mert most nem tetszik ez a nagyon letisztult bézs-fehér világos téma. És a másik dolog, hogy itt van ez a polc. Én nagyon rossz vagyok polcban. Egész egyszerűen nem tudok polcot
berendezni, dekorálni, de most ide csak így ide van rakva egy csomó random dolog, és szeretném ezt egy kicsit most valahogy rendbe rakni, ha sikerül. Nagyon szeretem ezeket a naplókat, könyveket, szerintem gyönyörűek, és ebből van még egy pár, amit most szintén áthoztam. Úgyhogy ezeket fogom valahogy így középre rakni, és mellé pedig néhány gyertyát. Nagyon szeretem ezeket a részgyertyatartókat, egy csomó End Your Stories gyertyánk van, ezek a kerámiák, főleg ezek gyönyörűek, és amikor kifogy belőlük a gyertya, akkor mi bögrének használjuk őket, úgyhogy nagyon-nagyon imádom. Itt vannak a... Te jó Isten! Tehát, hogy az megvan, hogy Eszterék esküvője minden szempontból egészen megdöbbentően gyönyörű, érzelmes, kedves volt, és minden egyes vendégnek írtak egy ültetőkártyát, amire egy külön bekezdés szól csak nekik. Ennél figyelmesebb és kedvesebb dolgot én még nem láttam esküvőn, úgyhogy ennek is szeretnék egy helyet valahol. A másik pedig, hogy az IKEA-ban vettük ezeket a múltkor, hiányoznak nekem dolgok a falról, tehát hogy ebben a szobában semmi kép nincs, és nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, hogy mit szeretnék, és most egyrészt ez is tetszik, de át fogom tenni máshova, mert képzeljétek el, hogy az Etsy-n lehet venni letölthető festményeket kvázi, ami ráadásul meg van csinálva egy ilyen gallery wall belőle, tehát hogy azt hiszem, hogy 5 különböző kép, amit te nyomtathatsz ki olyan méretben, ahogy szeretnél, de hogy illenek egymáshoz, és olyan nagyon szépen össze vannak illesztve. És én most egy ilyen őszi pakkot megvettem, és ahhoz szeretnék venni kereteket, és akkor vagy erre a falra, vagy most még az is eszembe jutott, hogy ide az ágy fölé, mert most a polc meg az ágy azok nincsenek egy vonalban, nagyon idegesít, de majd ezt valamikor megoldjuk. Úgyhogy vagy az ágy fölé teszem majd, vagy ide az asztalomhoz, és ezt akár szezonálisan lehet majd cserélni is. Nem tudom, hogy mikor lesz időm ezt megcsinálni, ha mostanában akkor még ebben a blogban láthatjátok, ha pedig nem, akkor egy picit később. Szóval ezek a dolgaim voltak még most ott a másik szobában, mert ugye át lett hozva ide az íróasztalom, és nagyon szeretem, hogy itt van, úgyhogy ezeket is most áthoztam, hogy ott minél kevesebb cucc legyen, és ezeket is szeretném még a polcra tenni. Ezek kavicsok mindenféle utunkról, emlékek, nem mindegyikről emlékszem, hogy honnan, de néhányról igen, ez például a Krétáról van, ez biztos. Aztán van egy ilyen kártyapaklim, ezt Lilla lány búcsújára vettem. Nagyon-nagyon gyönyörű, és nagyon szeretem. Itt az End Your Stories gyertya, ami Eszterék esküvőjére készült egyedileg. És még ezt vettem most, ezt vettem még mostanában, ami egy nagyon-nagyon mini puzzle egyébként. Robin Peters nevű illusztrátor és művész munkája. A nagyon-nagyon szeretem, amiket csinál, Instagramon követem, és gyönyörű szerintem a stílusa, a képei. Ez a kép különösen az egyik kedvencem tőle, nyilván mert ősz, és egy kisbabával ül egy gyönyörű verandán egy anyuka, és hát ez nekem mindig egy nagyon-nagyon szép időszak és emlék lesz, amikor erre rápillantok, mert magamat látom benne. És ez egy kis mini puzzle, úgyhogy ezt valamikor ki fogom rakni, és szeretném ezt is kitenni a falra. Ez a naptár egyébként, amiről sokan szoktatok kérdezni, és nagyon szeretem, ez a szeptember, ilyen almaszedés, és ez egyébként az októberi kép benne. Gyönyörű szép szerintem. A két gyertyatartót most kiszavaztam ide. Nagyon szeretem őket, de úgy érzem, hogy bent nincs helyük. Itt kint viszont tök jók. Van egy harmadik is, nem tudom, hogy az hol van. Az új rendet mindig megelőzi a káosz.
Szóval kiválogattam azokat a ruháit Emmának, amik már egyrészt nem jók rá, másrészt meg olyan foltosak, hogy nem is akarnám továbbadni senkinek a ruháit, és még egy próbát tettem velük, hogy kimostam őket foltisztítóval, és nem sikerült nyilvánvalóan kiszedni belőle a foltokat, úgyhogy most ezekből rongyokat csináltam, és még az én ruhásszekrényemet is át fogom válogatni, egyelőre csak mondom ilyen szemmel nézve, hogy mi az, amit egyáltalán nem hordtam mostanában, és valószínűleg nem is fogom, vagy mi az, amit mondjuk nagyon-nagyon-nagyon szeretek, de be kell ismernem, hogy már nem hordható, mert ki van nyúlva, vagy foltos, vagy bármi ilyesmi. Mindjárt elkezdek porszívózni, de még gondoltam, megmutatom, ha már itt vagyunk, a három könyvet, amik most a listámon vannak. Az egyik a Bánat és Öröm meg Mason-től, illetve az Emma Straub-tól a Nem vagyunk már gyerekek. Mind a kettőt elkezdtem már olvasni hónapokkal ezelőtt, és aztán nem haladtam velük, úgyhogy most szeretném újra megpróbálni. És most a Bánat és Örömöt vettem elő, és hát az a helyzet, hogy az előző könyvekhez képest, amiket olvastam, sokkal lassabban haladok vele, még nem rántott be, egyszerűen kicsit furcsa nekem, ahogy így meséli a történetet, és még nem ragaszkodom egyik karakterhez sem, de még nagyon az elején vagyok, úgyhogy meglátjuk, de szeretnék kitartóbb lenni ezúttal, mert amúgy lehet, hogy nagyon jó könyv, és állítólag az is. Illetve az Emma többször megszólított mostanában Jane Austen-től, ami egy klasszikus, és én nem olvastam soha, úgyhogy arra gondoltam, hogy megpróbálom. Nem szeretem egyébként az ilyen ebben a korban játszódó történeteket, de ez mégiscsak egy klasszikus, és Jane Austen azért úgy érzem, hogy nem hiányozhat. Meglátjuk, hogy hogy haladok vele, biztos, hogy majd beszámolok róla nektek. Három és fél oldalra jutott idő ezúttal. Nos, a szoba kész van, és mi is. nincs nagyon sok változás, de azért sokkal letisztultabb itt ez a rész. Meg egy csomó mindent kiszanált Dávid, úgyhogy ez tök jó. Most idébb raktuk a fotelt, és mellé a polcot. De ami miatt az egészet elkezdtük, legalábbis az egyik ok, az ugye a szőnyeg volt, Eli vakarózik a sátorban. azt nem tudom megmutatni, mert leraktuk, és képzeljétek el, hogy pont annyi hely maradt itt is, meg itt oldalt is, ami az egyel nagyobb szőnyeggel tökéletesen passzolna ide, úgyhogy nem lóg be nagyon a kanapja, de egy kicsit azért igen, és itt ezt teljesen lefedni ezt a részt, és úgy voltunk vele, hogy mivel úgyis visszamegyünk kicserélni a másik szőnyeget, ezért kicseréljük ezt is, és akkor ez tutira olyan lesz, mintha ide teremtették volna. Úgyhogy ezt majd valamikor máskor tudom nektek megmutatni. Ma reggel volt először olyan idő, hogy kinyitottam az ablakot, és tényleg friss levegő jött be, ami nekem abszolút az ősz egyik legszebb dolga. És egyébként esik az eső is, ami tudom, hogy nem mindenkinek jó, de nekem most nagyon-nagyon jó érzés. Nagyon klassz délelőttünk volt. Itt volt egy baba-mama páros barátaink, barátnőink, úgyhogy nagyon édesek voltak a lányok, és most ma alszik. Én ebédeltem az előbb, és most nagyon szeretnék két helyen rendszerezni, és rendet rakni még. Az egyik az íróasztalom, két fiók van itt, mindegyik elég picike. És az egyikben a sminkjeim vannak, a másikban pedig a fontos iratoktól elkezdve a random
ízéken át minden, úgyhogy pontosan ezt szeretném most orvosolni, illetve a ruhásszekrényemet szeretném átpakolni, mármint hogy azt a három fiókot, csak megnézni, hogy mik azok, amiket kiszelektálok. Ezt azt hiszem, hogy erről beszéltem tegnap, úgyhogy nem fogom újra elmondani. És közben kinyitottam ezt a fiókot, és ez került a kezeim közé, ami egy tervező dizájnos kis képeslap, őszi mintájú, és rájöttem, hogy egy csomó ilyenem van valahol, vagy itt az irasztalban, vagy a másik szobában a szekrényben, és hogy egyrészt milyen jó lenne ezeket feltenni a hűtőszekrényre mágnessel. Nagyon sokáig így távol akartam tartani magam attól, hogy a hűtőre mágnessel dolgokat rakjunk, nem tudom miért, biztos mert olyan clutterinek érződik nekem, de ezek a képek gyönyörűek lennének ott. És a másik, ami eszembe jutott, hogy ha már itt ülök a kályha előtt, akkor vajon ezen hogy néz neki, ha ide raknék egy-egy kis képeslapot, ide felragasztanék, és egyfajta ilyen gallery wall lenne ez a kályha, amit egyébként nem használunk nyilvánvalóan. Úgyhogy megpróbálom megkeresni a többi ilyet, és meglátjuk, hogy hol tetszik jobban, de el is kezdem a válogatást, mert nem tudom, hogy meddig fogok jutni, és közben Morgan videóját nézem, és nagyon boldog vagyok. Ez a fiók is kiürült, és minden szerződést, számlát, ilyesmit átvittem a szekrénybe, úgyhogy ebbe a fiókba tudok tárolni ilyen kis tervező dolgokat, meg képeslapokat, meg vannak itt üres borítékok, néhány tollat is áthozok, majd még rengeteg van. Ez ennyi az elektronika, aminek itt kell lennie, mert ezt rendszeresen használom, meg a laptopokom, kamera, ilyesmi. Ez itt a szemétkupac. És ezt pedig már a másik szobából hoztam át. Ezek nagy részt a kártyák, amikre gondoltam. Előző években láthattátok már, mert szoktam őket használni. Úgyhogy ezeket szeretném kitenni valahova, és hát nagyon sok ilyen klassz matricám van, meg ilyen receptkártya, tervezős dolgok. Megmondom őszintén, nem gyakran tervezek így papíron, de néha, hogyha kedvem van hozzá, akkor viszont nagyon-nagyon klassz lenne. Ezt rá fogom tenni a könyvre, amit éppen olvasok. Imádom ezt a borítót, ezt a Sisi, hogy hívják? Art Gardennek hívják a márkáját. Ott talán még most is találtok ilyet. És találtam ezt a képet rólunk, Daviddal. Arra gondoltam, hogy beletenném ebbe a keretbe. Bár egy kicsit nagy bele. De beleteszem, aztán meglátjuk, lehet, hogy kiteszem valahova. Úgyhogy most ezzel foglalkozom. Illetve van ez a holtfázisos függőm, ami a másik szobában volt, és sajnos elszakadt ez a része. Három darabon van. Nagyon-nagyon szeretném megjavítani, és valahogy feltenni ezt is így a szobába, ide.
Alig pár nap telt el azóta, hogy utoljára azt láttátok, hogy rendezkedek a szekrényben. Igazából csak egy pár dolgot szelektáltam ki, ami szerintem jó jel, mert azt jelenti, hogy nincs sok olyan ruhám, amit nem szeretek hordani. Viszont el is mondtam azt hiszem ebben a videóban, hogy még korai lenne időjárás szempontból elővenni a pulcsikat és eltenni a nyári ruhákat, és mostanra igazán megérkezett az ősz. Most péntek van, és egész hétvégére erős esőzést írnak, ami bizonyos szempontból nyilván kedves a lelkemnek, mert őszi időjárás, és fel lehet venni a pulcsikat, és úgy tényleg el lehet kezdeni a hangolódást. Viszont most hétvégén lett volna a Városligetben a közösségi piknikünk, ami így most már biztos, hogy elmarad, és ezt már fogom megírni nektek, és emiatt nagyon-nagyon szomorú vagyok, mert fantasztikusan jó lett volna, és nagyon sokan regisztráltatok, és imádtam volna találkozni veletek, és együtt tölteni ezt a pár órát kint a szabadban. De ez most így nem fog megvalósulni, úgyhogy ma az egész reggelt azzal töltöttem, hogy próbáltam szervezni a többi eseményt, amikről meséltem már nektek, hogy szeretném, ha megvalósulnának idén. Nyilván ezek sokkal kevesebb ember számára jelentenek majd lehetőséget arra, hogy együtt ebben a közösségben időt töltsünk, de remélem, hogy megvalósulnak, és remélem, hogy el tudtok jönni, ha nagyon szeretnétek, és megígérem, hogy meg fogom próbálni újra ezt a piknik dolgot. Most nem fogom tudni, mert a következő jó sok hétvégénk az teljesen tele van programokkal, olyannal is, amin veletek is fogok találkozni. Úgyhogy nagyon sajnálom, hogy ez így alakult, és tudom, hogy nem kárpótlás feltétlenül, de szeretnék most a hétvégén egy nagyon-nagyon őszi, nagyon kózi vlogot csinálni nektek. Van is néhány ötletem, hogy mi lesz benne. Ma pedig megpróbálom ezt a videót megvágni és feltölteni. De ha már így alakult, ja igen, visszavittük a szőnyeget, és képzeljétek el, hogy azóta új szőnyegek érkeztek, amik valami elképesztően gyönyörűek. Úgyhogy a nappaliban ugyanaz a szőnyeg maradt, egy nagyobb verzió, így néz ki. Most mutatom nektek. Nagyon-nagyon szeretem, szerintem nagyon illik ide, feldobja a helyet, vagy a szobát, de beleillik abba, ami eddig is volt hangulatilag, úgyhogy én imádom. És vettünk egy szőnyeget ide a hálóba, az íróasztalom alá, ezekből az újakból, aminek szintén imádom a színeit, meg a mintáját, és tökéletesen ide passzol az íróasztalomhoz, úgyhogy most már ez egy teljes ilyen kis sarok lett nekem, ahol tudok dolgozni, kreatívkodni, inspirálódni. Nagyon-nagyon imádom, és ennek egy kisebb verzióját, nem pont ugyanilyen, de ebből a stílusból vettük Emma szobájába, ahol szintén nagyon jól mutat, mert feldobja és egy kis szint visz bele. Úgyhogy nagyon ajánlom nektek, hogy látogassatok el ebbe a boltba. Veszélyes, mert sok mindent fogtok szeretni, és nagyon nehéz lesz dönteni, ezt tapasztalatból mondom. De nagyon szeretem ezeket a kis újdonságokat az otthonunkban, és Dávid is nagyon szereti, és Emma is nagyon szereti, úgyhogy ezek nagyon klassz dolgok. És közben érkezett egy csomagom az End Your Stories-tól, ami évek óta nekem az ő gyertyáik nagyon szerves részei annak, hogy az ősz úgy tényleg megérkezik az otthonunkba. Úgyhogy gyorsan megmutatom ezeket. Két ilyen kerámia gyertyát kaptunk, amik valami elképesztően gyönyörűek mind a kettő. És amint már mondtam, még a polcrendezésnél, ezeket, hogyha kiürülnek, akkor használjuk bögrének, úgyhogy most már egy egész kollekciónk van belőle. Nyilván nincs füle, de ettől függetlenül szerintem nagyon-nagyon klasszul tudnak bögréként is funkcionálni, úgyhogy ennyire nagyon gyönyörűek. Az illatok pedig minden évben nem tudom, hogy tudják felülmúlni magukat, de sikerül nekik. Kaptunk egy ilyen válogatást is, Autumn has a story, ez van ráírva, és ebben három illat van, maguk a gyertyák is gyönyörűek, szóval nem csak a kerámiák, hanem ezek a kis üveges, barna üveges gyertyák is. Az egyik, Season of the Soul, ez alma, vanília és fűszerek, ez az egyik kedvenc újdonságom idén, valami csodálatosan almás, de annál sokkal több és mélyebb illata van, nagyon imádom. Aztán ez a másik, ez Pumpkin and Spices, erre az néz, hogy And Then Autumn Came. Ez klasszikusabb, sütőtökös, nagyon meleg, finom, fűszeres illat, és most már többféle pumpkinos illatuk van, és mindegyik csodálatosan jó. A harmadik pedig a Leaves Became Flower névre hallgatnak, és ez mahagóni, oak, moss, az melyik fa? Nem tudom, ne haragudjatok, és méz. És ez is csodálatos, ez egy sokkal ilyen
fásabb illat természetesen, és még Dávid asztalán is van kettő, de ezt most nem tudom megmutatni, mert éppen meetingje van, de ott van egy szintén egy ilyen maszkulinabb, ilyen erdősebb, kabinosabb illat az egyik, és a másikat pedig most nem tudom, de majd azt is megmutatom nektek kisvágóképpen. Szóval minden illat valamilyen egészen elképesztő hangulatot áraszt, és nagyon jó minőségűek ezek a gyertyák. Ajándékba kaptam, úgyhogy ezért hirdetésnek minősül az, hogy megmutatom nektek, de tudjátok jól, hogy hosszú évek óta hatalmas anyagúja vagyok ezeknek a gyertyáknak és illatoknak. Úgyhogy most lezárom itt ezt a videót, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a vlog, és holnap kezdtem is az újat. Nagyon-nagyon őszi terveim vannak a hétvégére, így, hogy az eredeti tervek sajnos nem valósulnak meg. Remélem, hogy azért örülni fogtok neki, és remélem, hogy nagyon szép hétvégétek lesz, és hamarosan találkozunk egy új videóban. Sziasztok!